Marosi Katalin festőművész kiállítása az Art 9 galériában. Festői szemléletének középpontjában a szűkebb, tágabb környezet tárgyi valósága, illetve a rész és az egész kapcsolata áll. Képi kifejezés módjára a tárgyi környezet térszerkezeteinek szubjektív modellezése, viszonyrendszerének festői elemzése jellemző. Erre a kiállítása a grafikai művészetét hozta magával. Marosi Katalin tanít és oktat, a Szegedi Egyetem rajz és művészettörténet tanszék adjunktusa. Arról beszélgettem vele, hogy milyen felelőssége van a tanítónak abban, hogy mit ad át a fiatal képzőművészeknek, akár látásmódban, akár művészetfilozófiában. Azt hiszem, nem egyszerű kérdések ezek. Tettünk egy kísérletet a megválaszolásra. Mindig nehéz az embernek bekategorizálni a saját magát, hogy mi is az, amit csinál. Az alkotás, a megmutatni vágyás, az önkifejezés, az egy nagyon furcsa dolog, ami megmutatkozhat egy olyan rendszerbe, hogy az ember megtalál egyetlen egy anyagot, egyetlen egy matériát, egyetlen egy közvetítő médiumot, ami az aztán akár élete végéig hű marad, vagy pedig a különböző gondolatok, különböző technikai és mediális megoldásokhoz vezetik az embert. Na most én egy ilyen típusú alkotó vagyok, aki az egyes újabb és újabb gondolatait újabb és újabb eszközökkel próbálja kifejezni. Ahogyha az embert így kategorizálják, akkor általában azt szokták a bemutatásomnál mondani, hogy Marosi Kata festőművész, de én nem mindig érzem ezt pontosnak. Talán a Marosi Kata képzőművész az egyre inkább illik rám, mert ha nem is tudatosan, de egyre többször kacsingatok ki a klasszikus festészet hagyományos keretrendszerén kívül. Persze ez is egy jó kérdés, hogy mi a hagyományos festészet keretrendszere, de nem pusztán festőművésznek gondolom magam. Egy alkotónak, akinek amikor vannak gondolatai, teljesen szabadon garázdálkodik a különböző technikák, alapanyagok, kifejezési eszközök között. Ez azért furcsa, mert tulajdonképpen, hogyha megnézem a régebbi munkáimat, akkor tényleg elmondható, hogy klasszikus festészeti technikákat alkalmaztam, de mégis úgy, hogy a kinézete sokszor egy vegyes médium lett, annak ellenére, hogy lehet, hogy csak szintiszta festészeti alapanyagokat használtam föl a különböző kifejezésekhez. Körülbelül egy olyan 2-3 évvel ezelőtt változott erőteljesebben az eszközhasználatom, amikor is ilyen véletlenszerű találkozás kapcsán ráleltem a monotípjára, mint klasszikus grafikai eszközre, és ez a grafikai alapkifejezési mód, rájöttem, hogy tökéletesen beleillik az én festői eszköztáramba. És akkor innentől kezdve születtek ilyen vegyes technikájú, játékosabb, komolyabb művek, amiben most már a technikák és felhasznált alapanyagok kapcsán most már egyáltalán nincsenek gátlásaim, mindent mindennel vegyítek, függetlenül attól, hogy mit illik, vagy mit nem illik. Úgyhogy a legújabb műveimen például a Földtörténet sorozaton monotípiára, tehát egy klasszikus grafikai eljárásra egy teljesen más oldalról vett festészeti eljárásra enkausztikával megyek rá, tehát olvasztott viasszal viszem tovább, dolgozom tovább a felületet, és alkotnak egy teljesen új látványegységet, ami
Reményeim szerint egyszerre rendelkezik mind grafikai, mind festői látásmóddal. Ugye megfogalmazódik bennem valami gondolat, és tulajdonképpen azzal addig foglalkozok, valószínűleg, hogy nem egy képen keresztül, amíg tulajdonképpen valamilyen megoldást nem találok, vagy azért, mert tulajdonképpen technikailag találok rá egy megoldást, vagy pedig azért, mert hogy annyit gondolkozok rajta, hogy tulajdonképpen már a maga az alap probléma már mondjuk úgy, hogy kifárad, kifestem magamból. Ez a földdel való kapcsolat viszont egy nagyon érdekes dolog. Régebbi képeimen is sokszor felbukkantak a föld motívumai. Több éven keresztül felülnézeti érintetlen, vagy éppen ember kéz által többé-kevésbé beavatkozott földfelületeket festve felülnézetből, madártáblatból, illetve teljesen merőleges perspektívából. És tulajdonképpen ugyanez a gondolatkör másik oldalról, másik szemszögből megközelítve bukkant fel ismét most a legújabb sorozataim egyikén. Tehát tulajdonképpen az alapprobléma ugyanaz, csak másik oldalról megközelítve. Mert ahogy az ember változik az évek alatt, természetesen, hogy változik a gondolkodás, és akár ugyanarról a problémáról is. Hiszen a környezete, az épített környezete, a társadalmi, a szociális környezete mindig nyomot hagy az elmúlt évek történései alapján. Elkerülhetetlenül nyomot hagy. És ugye vannak, szerintem mindenkinek vannak olyan alap probléma vagy gondolatkörei, amihez mindig újra és újra visszatér, és nem tud elszakadni tőlük. Nekem ilyen a természeti környezet. A természeti környezet akár úgy, hogy érintetlenül, akár úgy, hogy erőszakos behatások érték az ember által, vagy pedig már egy olyan természeti környezet, ami kezdi visszanyerni az autonomitását, kivonult belőle az ember, és vagy ugye mély sebeket ejtett rajta, amit próbál a környezet rendbehozni, vagy pedig már látszik, hogy a természet öngyógyító ereje már a formákat lágyítja, és ugye próbálja visszasimítani eredeti állapotába. A hallgatók többsége kevés tudással kerül be a felsőoktatásba, és itt már nem is az alapvető műveltségről van szó, hanem sokszor az, ami érdekli őket, hiszen azért jönnek oda, hogy tanulják a művészetet vagy művészet közvetítést, abban is nagyon-nagyon minimális tudással rendelkeznek. Tehát szerintem a mi feladatunk egy alap 3 éves képzés esetében nem feltétlenül az, hogy minél több tudást adjunk át a hallgatóknak, mert ez lehetetlen. Inkább a felelősségünk abban áll, hogy lehetővé tegyük számukra a nyitást, és hogy ebben minél jobban motiváljuk őket. Fel kell tenni az érdeklődésüket, és kizökkenteni őket abból a berögzött commerce világból. A legfontosabb feladat, hogy beszélgetések által, vagy képek mutogatásával tulajdonképpen az érdeklődés felkeltése, és azoknak a lehetőségeknek a feltárása, hogy utána önállóan is hogyan tudnak tovább kutakodni. Én ezt tartom a legfontosabb dolognak, másra nincs is idő, tehát hozzáteszem. Ez egy 3 éves képzésben, de még egy 2 éves mesterképzésben is tulajdonképpen ennyi fér bele. Természetesen mindig vannak hallgatók, akik
nagyon akarnak, sok időt szánnak rá, jönnek, keresik az embert, és akkor azokkal ugye külön lehet foglalkozni, de mindenki számára tulajdonképpen nyitva áll ez a lehetőség. De az a tapasztalatom, hogy tulajdonképpen mire végeznek és kikerülnek a felsőoktatásból, az esetek többségében akkora jönnek rá, hogy mennyi lehetőséget elhalasztottak. De a másik tapasztalatom az, hogy mert láttam hihetetlen változásokat, hihetetlen, nem jó szó ez a fejlődés, azért akarom ezt a változás szót használni, hogy tényleg változásokat mind szemléletben, mind tudásban, de ez csak és kizárólag akkor működik, hogyha a hallgató, a tanítandó személy az maximálisan beleteszi magát a helyzetbe. Senkit nem lehet akarata ellenére nyitottá tenni, vagy megtanítani. Információt, lexikális tudást át lehet adni, vissza lehet követelni, de ugye ez még nem jár együtt egy nyitott gondolkodással. Én azt mondom, hogy akár az én műveimről, vagy csak úgy általánosságban beszélek, az, hogyha valaki bemegy egy kiállításra, és megnéz valamit, és van véleménye róla, azzal már elért a művész valamit. Mert valamilyen szempontból megérinti. És meg tudja fogalmazni, hogy tetszik, mert. És akkor ott sorolja, hogy tetszik a gondolatkör, vagy tetszik a technika, vagy szépek a színei, szép a kompozíció. És akkor lehet, hogy nem is érti a teljesen az egészet, vagy nem pontosan azt érti, amit mondjuk a művész akart, de szerintem ezzel sincsen semmi probléma, de hat rá. Vagy az is, az sem gond, ha azt mondja, hogy nem tetszik, mert. És akkor elmondja, hogy nem tetszik, mert sötétek a színei, mert hogy ez nem olyan téma, amit én megfestenék, vagy kitenném a falra, vagy azt mondom, hogy hú, tetszik, de olyan deprimáló, hogy nem vinném haza. Tehát ezek is már lehet, hogy negatív kritikát fogalmaz meg, de tulajdonképpen ez már kommunikáció egy része, mert hat rá. És magyarul nem ment ugye mellette, hogy rá se nézett, vagy hogy ránézett, de nem érintette meg semmiféle képe, semmiféle módon. Szóval szerintem a bármilyen művészetnek, legyen az képzőművészet, zeneművészet vagy irodalom, bárminek, a halála az, hogyha ugye valaki elolvas egy verset, regényt, vagy meghallgat egy zeneművet, vagy megnéz egy kiállítást, és vagy elfelejti később, vagy pedig már közbe unja, leteszi a könyvet, kikapcsolja a rádiót, vagy egyszerűen végigfut, vagy még csak végig sem fut egy kiállításon. És ez független attól, hogy hol rendezik meg, tehát ez előfordult egy hatalmas nagy galériában, vagy múzeumban is, de hogy magyarul nem kelti fel az érdeklődését. Nem vált ki belőle akár pozitív, vagy akár negatív érzelmeket. Most ez, én inkább úgy tudnám ezt úgy tudnék a kérdésre válaszolni, hogy ha bármiféle kommunikáció megtörténik a néző és a befogadó között, és nem kell az, hogy konkrétan a befogadótól, vagy a művész és a befogadó között, és nem kell, hogy a befogadótól direkt visszacsatolás érkezzen vissza a művészhez, de a befogadóra, a nézőre hat valahogy, akkor ott már történt egyfajta kommunikáció, és az jó dolog. A közömbösség, az érdektelenség, ugye az, ami tulajdonképpen mind a művészetnek, de mind valahol a társadalomnak is a halálát vagy tompulását jelenti.